Kedves barátaim, sok-sok szeretettel köszöntelek benneteket. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a mai órának a címe hány új tanulótársat fog ide vonzani a kis csoportunkhoz. Mi mindenkit nagy szeretettel látunk, aki szeretne egy kis talmudot tanulni, legyen bármi a téma. Ma este valóban egy izgalmas téma következik, de szeretnék mindenkit figyelmeztetni, hogy egy kis türelemre szükség lesz, ugyanis az első 20 perc ez azért még maradni fog a szokásos témáknál, méghozzá a fogadalmak témáinál. Aztán, ahogy szokott lenni, az ilyen témákat általában a fejezet végére, vagy a traktátus végére szokták hagyni, úgyhogy a címadó témával majd a siúr második felében fogunk foglalkozni. Kedves barátaim, a Nedarim traktátus 20-as lapja a Nedarim traktátus 20-as lapja következik, és most már napok óta olyasmikkel foglalkozunk, amikor valaki kérem szépen egy fogadalmat tesz, a kimondott szónak nagy súlya van, a fogadalmat illik megtartani, és súlyos következményei vannak, ha valaki nehogy Isten megszegi. De mi van akkor, hogyha valaki kétértelműen fogalmaz? És akkor erről beszéltünk már a tegnapi siúron is, hogy a Stam Nedarim LeHachmir, ami azt jelenti, hogy egy kétértelmű fogadalmat azt mindig a szigorúbb értelme szerint kell, hogy értelmezzünk, de ha valaki ezt el tudja magyarázni, és ki tudja magyarázni, és olyan értelmet tud adni neki utólag, amitől megértjük, hogy tulajdonképpen a fogadalma nem hoz létre egy érvényes tiltást, akkor az bizony elfogadjuk neki, és ennek a jegyében folytatódik a következő misna, ami olyan példákat fog hozni, és olyan kifejezéseket, amelyek így is érthetőek, meg úgy is érthetőek. Az illető egy kifejezést használ, ami amúgy nagyon erősen egy érvényes fogadalomtiltást jelentene, de az illető elmagyarázza, hogy valami egész másra gondolt, és a misna azt mondja, hogy ha ezt valóban így teszi, akkor általában ezt elfogadjuk neki. Nézzük akkor a misna példáit. Nodar becherem vamarlöin, de darti elő bechermősel jám. Ha valaki azt mondja, realize a cherem, ez legyen olyan rám nézve, mint egy cherem. A cherem szó szerint azt jelenti, hogy felajánlás, vagy szó szerint nem azt jelenti, de így értjük, hogy felajánlás, a szentélynek szánt felajánlás. Tehát ha valaki azt mondja valamire, hogy ez legyen olyan nekem, mint egy szentélynek szánt felajánlás, akkor ez egy elvényes tiltás ránézve, ugyanis a szentélynek szánt felajánlásokat nem szabad profán célra használni. Ugyanakkor, ugyanakkor, ha az illető azt mondja, hogy nem, de én nem ilyesmire gondoltam, hanem a cherem szót úgy értettem, mint háló, mint halászháló. Ugyanis a cherem ezt is jelentheti, és úgy értettem, hogy legyen ez rám nézve olyan, mint egy halászháló, aminek sem értelme nincs amúgy, de így is lehet érteni. Ha ezt így mondta, akkor ezt elfogadjuk, és innentől fogva nincsen egy érvényes fogadalomtiltás ránézve. Ugyanígy, hogyha azt mondja, bekorban, van már lenni dátérbe körülösen, melachim, ha azt mondta, legyen ez a dolog rám nézve olyan, mint egy áldozat, és az áldozat szót általában a szentének szent áldozatként értjük, tehát akkor ez egy érvényes tiltás lenne, de rögtön azt mondja, hogy nem így értettem, hanem a királyoknak felajánlott áldozatra gondoltam. Vagy, ha azt mondja, háré acmikorban, van már lenni dátérbe, becsem sén náhtérini, azt mondja, na idén baj. Vagy hogyha azt mondja, legyek én magam rád nézve olyan, mint egy áldozat. Ugye, és az áldozat az itt azt jelenteni, hogy ha én magam rád nézve olyan vagyok, mint egy áldozat, az azt jelenti, hogy minden, ami az enyém, az rád nézve tilos. De az illető utána elmagyarázza, hogy ő ezt nem így értette, hanem úgy értette, hogy acmi korban, acmi az azt jelenti, hogy én magam, de azt is jelenthet, mint csontom. És ő úgy értette, hogy itt volt egy csont, amit én felretettem, és azt használtam a fogadalom tárgyaként. És így magyarázza ki a szöveget. Vagy menjünk tovább. Koinem istine hennesli, van már lejjön a dártélem, istenségást, vagy azt mondja,
legyen tiltott a feleségem élvezete rám nézve. De aztán azt mondja, hogy igen, de nem a mostani feleségemre gondoltam, hanem az előző feleségemre, akitől már elváltam. Kulan én is salinnahem. Minden ezen esetekben nem szükséges feloldozást kérnie a fogadalma alól, ugyanis önmagában a magyarázata, amivel kimagyarázza a szöveget, az elfogadható, és nincsen, nem jött létre itt egy érvényes fogadalom. Vim nishalu aincsina iszajanu mach minél a leijem divre rabbi, mely ha viszont mégis kér feloldozást, vagy kérnek feloldozást az ilyen fogadalom alól, akkor megbüntetik őket, szigorúan járnak el velük. Ez Rabbi Meir véleménye. Ugye a Talmud meg fogja kérdezni, hogy mi értelme van ennek, hogyha azt mondja a Misna, hogy nem szükséges feloldozást kérni, akkor mi értelme van annak, hogy utána meg a Misna úgy folytatja, hogy ha mégis kértek feloldozást, akkor viszont szigorúan járunk el velük. Ez nem teljesen világos. De majd erre vissza fogunk térni. Ez minden esetre Rabbi Meir véleménye. Ha hamimaim in peiszkilam peszachim maakam. Áher, a bölcsek szerint pedig nem kell büntetni őket, és nem kell szigorúan eljárni, hanem egyszerűen egy kis kaput keresünk, amin keresztül fel tudjuk őket oldozni a fogadalom alól, és megtanítjuk őket, hogy ne legyenek könnyelműek a fogadalmak tekintetében, és ne mondjanak mindenféle dolgokat, amik fogadalom tiltásként értelmezhetőek. Kedves barátom, ideig tartott a misna, nézzük, mit mond a Talmud. Hangufakásja, Márta én is, amelyem a lejjem, a hader tanim, nisálló, én csinál, iszló, machmir, mert lejjem. Azt mondja a Talmud, mi értelme van itt a misna szövegének? Az egyik oldalról azt mondtad, hogy ha valaki kimagyarázza a szöveget, akkor azt elfogadjuk, és nem érvényes a fogadalma. A másik oldalról viszont azt mondtad, hogy ha mégis kértek feloldozást, akkor szigorúan járunk el velük, és megbüntetjük őket. Hol van ennek az értelme? Amar Rabbi Huda, hachik tanni, ve hulan én szichin se illa. Azt mondja, Rabbi Huda, attól függ, kiről van szó. Valójában a misna azt mondta, hogy nem szükséges az ilyen félreérthető megfogalmazásoknál feloldozást kérni, mert önmagában az illető kimagyarázkodása az elfogadható, bár medvari már murin be talmid hacham, akkor hogyha egy művelt emberről van szó. Ávalbám ha arad se vali sajel öncsina iszonyom akmény alap. Ha viszont egy tudatlan emberről van szó, aki nem tudja különben, hogy így úgymond kimagyarázhatja ezt a fogadalmat, és jön, hogy feloldozást kérjen a fogadalom alól, akkor szigorúan járkodunk el vele, és büntetést mérünk ki rá. Miért? Azért, mert nem akarjuk, hogy a tudatlan emberek könnyelműen vegyék a fogadalmakat. Bislém a machmirindelői paszkinelői becharata ellen öncsin hejhidami. Most ugye azt, amit a szöveg mondta, hogy szigorúak vagyunk vele, azt még értjük. Mert az azt jelenti, hogy ugye, ahogy korábban már említettük, hogy a fogadalmak aluli feloldozás kétféle módon történhet. Vagy paszkinelői becharata, vagy arra hivatkozva, hogy az illető megbánta a fogadalmát, nyeri el, vagy adjuk meg neki, a Bézdin adja meg neki a feloldozást, vagy pedig azáltal, hogy hogy valamilyen kiskaput keresünk, valami olyasmire hivatkozunk, amire azt mondjuk, hogy az illető, ha tudta volna ezt vagy azt, akkor nem mondta volna, és nem tette volna ezt vagy ezt a fogadalmat. És ugye ez a szigorú eljárás, mert ezt nehezebb megtalálni. Tehát akkor, amikor azt mondja a szöveg, hogy szigorúan járunk elők, akkor nyilván erre gondol. Mit jelent az, hogy büntetjük őket? Kedve tánja, misen nazárva avarál nezir uszai, én iszkakin lai, ácsin hőbe iszúr, ki ami misen naákban heted divre bihuda. Ahogy a bihuda tanította, azt mondja, ha valaki például magára veszi, hogy nazír lesz, és utána megszegi a nazírságát, és eljön ezek után, hogy feloldozást kérjen a nazírság fogadalmáról, akkor azzal büntetjük, hogy ahány napot megszegte a nazírságát, annyi napot meg kell tartani a nazírságát. És csak utána kapja meg a feloldozást. Ne legyen túl könnyelmű az egész.
ne vegyék túl könnyen az egészet. Mondok egy fogadalmat, rögtön megszegem, és utána rögtön kérek feloldozást abban. Ez minden esetre Rabbi Yehuda véleménye. Rabbi Yaisi, Amar Rabbi Yaisi, Baben Dvarim Amurim, Benizirus Muetes, Aval Benizirus Muruba, Dájus Leisim Jaj. Rabbi Yaisi mit mond? Azt mondja, ez akkor van így, hogyha egy rövid nazírságról van szó. Ha egy hosszabb nazírságról van szó, és ami azt jelenti, hogy nem csak 30 nap, hanem egy mondjuk egy éves nazírság, még több, és az illető hosszú-hosszú időn keresztül megszegte a nazírságát, akkor a büntetése nem kell, hogy az legyen, hogy kitöltse a teljes kontingenst, amennyi időt ő megszegte a nazírságát, hanem elég, ha csak 30 napot tart nazírságot, és utána megadjuk neki a feloldozást. Oké, akkor mindesetre ebből mit látunk, hogy ha valaki feloldozást kér a fogadalma alól, akkor nem csak, hogy abban járunk el szigorúan, hogy nem hivatkozunk arra, hogy megbánta, hanem valamilyen más kaput keresünk a feloldozásra, hanem abban a tekintetben is, hogy megbüntetjük abban az értelemben, hogy ha már megszegte a fogadalmat, ami a feloldozást kér, akkor azt mindenképpen annyi ideig tartania kell, amennyi ideig megszegte. Amarab jöjszit fajva, amarab onnan éniz kakilej bén ninemiz kakilej, amit sápira báhvarják valami és mantelej. A Jöjszit itt megjegyzi, hogy tekintve, hogy a Misna azt mondja, hogy a feloldozás mindenképpen úgy kell, hogy történjen, hogy valamilyen kaput keresünk, amire hivatkozunk, amikor azt mondjuk, hogy hát valamit nem tudott, és ha azt tudta volna, akkor nem hozta volna meg ezt a fogadalmat. Ez azt is jelenti, hogy ha valaki nem így jár el, egy bézdin nem így jár el, akkor az helytelen. A Váhabár Jákőv azt mondja, hogy nem csak, hogy helytelen, hanem még ki is közösítjük a bézdint, vagy meg, magát a bézdint, aki helytelenül jár el, kiközösítjük. Oké. Okay. Mit mondanak a bölcsek? Ugye a bölcsek úgy folytatták a Mishnában, hogy a Chamim Önim, Pöszlichinai Pesach, hogy egyszerűen nem kell megbüntetni őket, de mindenképpen valamilyen hivatkozással a feloldozást meg kell adni, és meg kell őket tanítanunk, a tudatlanokat, hogy fölöslegesen ne hozzanak mindenféle fogadalmakat magukra. Oké, okay. Ennek kapcsán jön egy brájta, és ez az a brájta, amelyik át fog vezetni bennünket végül a címadó témájához a mai siúrnak. Tana, ugye mit mondunk, hogy nem szabad fogadalmakat csak úgy könnyelműen hozni? Tana, de öjlöm álti ragil bini darim, se szöjfha limel bisvújsz. Mindenféle erkölcsi tanítást tanultuk a brájtában, hogy az ember ne vegye könnyelműen és ne könnyen hozza mindenféle fogadalmakat, mert a végén, hogyha könnyelműen fog fogadalmakat hozni, még könnyelműen fog esküdözni is, és az sokkal súlyosabb, ott ugye Isten nevét is a szánkra veszük, és így akkor ez még súlyosabb következményekkel fog járni. Valamint, beállt így ragin egyszerűen harját, szöjfkölá hilkattafalim. Valamint az ember igyekezzen ne túl sokat barátkozni a tudatlannal, mert a végén valami nem kósert fog etetni. Kóserrel fogja etetni. Általi ragén egyszer kajnám arret, szóval lachilkatrumat mea. Ugyanaz ember igyekezzen távol tartani magát, és nem túl sokat lenni a tudatlan kohanitával, mert a végén a tudatlan kohanita tisztátalan trumával fog téged etetni. Valamint általában szikhaima is az, és a szöjfha levaideni uf. Az ember igyekezzen ne túl sokat csevegni az asszonnyal, mert a végén szemérmetlenséghoz fog vezetni. Ákabarám Jési, hogy mert kola szöjföbe nasim, szöjföi lavai lidea veira. Azt is mondta Rabbi Ákabarám Jési, aki túl sokat bámulja a nőket, a végén vétkezni fog. A kola mi sztákelbá kébesen is a hábjánlói banim se innen mehugani. És az, aki a nőnek a lábát figyeli, az a végén az lesz a büntetése, hogy szemérmetlen és
hogy milyen jó kifejezés? Szemérmetlen és illetlen gyerekei fognak születni. Ugye itt a kommentárok között két vélemény, hogy mit jelent az, hogy a nő lábát figyeli. Az egyik vélemény azt mondja, hogy ahogy ezt szó szerint értjük. A másik vélemény szerint itt a lába, a nő lába az a nőnek a nemesebb testrészeit jelenti, és tulajdonképpen a saját feleségéről van szó, erre utal ez a finom kifejezés, hogy az embernek ezt a saját feleségével kapcsolatban is tilos csinálja. Amár Jöjszef fogva Istai Mida, ezt hozzátette a Jöjszef, hogy ez nem csak idegen nőre igaz, hanem a saját feleségére is, akkor, hogyha a felesége nida. Ugye a havi menzesz idején van, amikor ugye tilos az együttlét. Nem csak az együttlét tilos, hanem tilos a feleségének a testét nézegetnie. Amár ebb simenben lakis a kévadek tániben makaimat, hogy naifesom, hova negedek a makem, és mert Lakis azt mondta, hogy az előbb, amikor azt mondtuk, hogy a lábát nézi, ami szó szerint nem lába, hanem sarkát, akkor ezt nem saroknak kell érteni, hanem, ahogy az előbb mondtam, a nemesebb testrészeként, ami a sarkával szemben van. Tánya. Bábur tieri rosszajá pnéhem, zubusa. Le bilti tehton, me lámecsa busa, mivej lidej irászhejt. Ugye a következőt tanuljuk egy brájtában, amikor Mózes második könyvében a Tóra leírja a kinyilatkoztatás történetét, a 10 parancsolat kinyilatkoztatásának a történetét, akkor azt mondja a szöveg, és Isten megjelent nektek azért, hogy az ő félelme az arcatokon legyen. Mit jelenti, hogy az ő félelme az arcatokon legyen? Az azt jelenti, hogy az embernek szégyenlősnek kell lenni. Azért, hogy ne vétkezzetek, folytatódik a mondat, mire tanít ez bennünket, hogy az az ember, aki szégyenlős, az elnyeri ezáltal a bűntől való félelem attribútumát is. Mi kánamru? Szimen jafe badom súbájsa. Innen mondják, tanítják bölcseink, hogy a szégyenlősség az egy jó szégyenlősség, szemérmesség, az egy jó emberi tulajdonság. Chérim aminim, és ezt hozzátette a chérim, kol adam amiz bájeslöj, mérúhajta, hogy az az ember, aki szégyenlős, az nem egy hamar fog vétkezni, mi se inlőjbe is, ez panni bia duhasul emdával összevel harszínek. És ha valakinél azt látjuk, hogy nagyon szemérmetlen, és nagyon nem szégyenlős, az gyanús, hogy a felmenői nem voltak ott a Szinájhegynél. Ugye, mert a Tóra úgy írja le, hogy aki a Szinájhegynél volt, a kinyilatkoztatásnál, úgymond, arra Isten a magával a kinyilatkoztatással ráhelyezte a szégyenlősség, szemérmesség attribútumát. Ha valakinél azt látjuk, hogy nagyon szemérmetlen, akkor gyanús, hogy nem volt ott a kinyilatkoztatásnál, mármint a felmenői nem voltak ott, és ezért ez a tulajdonság nem a sajátja. Ami Rabbi Yochanan ben Dehavai. Azt mondta Rabbi Yochanan, Dehavai fia. Árba a dvarim szachulim a lachia soresz. Négy dolgot tanítottak nekem az őrangyalok. Higrim mipné máhavjan, és a hőfkém ezt a sorkon. Miért van az embernek, miért születik az embernek sánta gyereke? Azért, mert az ember megfordítja az asztalt. Ugye itt most képletesen fog beszélni a Tóra, és metaforával fogja mondani, amit akar mondani. Itt amikor azt mondja, hogy megfordítják az asztalt, az azt jelenti, hogy a nemi életet nem hagyományos pozícióban csinálják, hanem mint ha valaki megfordítaná az asztalt, és nem normális lenne az asztalról, hanem fejjel lefelé. Tehát, ha valaki a feleségével nem szemtől szemben végzi a nemi aktust, akkor ennek mi lesz a büntetése? Az, hogy a végén sánta gyerekei fog megszületni. Ilmi mipné hávjan, mipné sem náskimála visszajmakja,
miért lesz valaki ném, miért lesz valakinek néma gyereke, az meg azért lesz, mert a nemi aktus közben csókolgatja azt a bizonyos helyet. Hérsim ipném már hávjan, miért lesznek süket gyerekei? Azért, mint nem száprim és sásztáshoz. Azért, mert a nemi aktus közben mindenféle olyan dolgokról beszélnek, ami nem odaillik. Sumim mipné hávjan, miért lesznek vak gyerekei? Mint nem semmi sztálkimbe is szemakém, azért, mert szemérmetlen helyeket bámul a férj vagy a feleség az aktus közben. Oké, tehát akkor magyarul az egésznek az a lényege, hogy Rabbi Yochanan ben Hávai azt mondja, hogy az ilyen beteg gyerekeknek a születése az mindig midak neged, mida az mindig egyenértéken van valamilyen szemérmetlen viselkedéssel, hálószobai viselkedéssel, és mindig a büntetés az mindig felismerhető, hogy valami olyasmiért van, ami ezen a vonalon, vagy ugyanabban a témában történt a háromszorában. Ura minhu, sálu esz ima salim, mitném má bnájech a fjafim összeérszer. Azt mondja, oké, mit látom minden esetre ebből, hogy ahogy a Vélemben, de Hawaii szerint illetlen dolog nem szemtől szembe, illetlen dolog azt a bizonyos helyet csókolgatni, illetlen dolog beszélgetni, és itt az, hogy mit jelent a beszélgetés, az egy kérdés. A legtöbb vélemény szerint itt nem az aktussal kapcsolatos beszélgetést jelent, valami másról, csak az egész olyan zárójelben történik, mert valami másról beszélgetnek, és közben csinálják, amit csinálnak, és nagyon lealacsonyítja magát az aktust, és illetlen dolog azt a bizonyos helyet nézni. Oké, a probléma az az, hogy ezzel szemben látni fogjuk, hogy vannak más mondások, amik illeszkednek ehhez. Például a beszédhez kapcsolatban, azzal kapcsolatban, hogy szabad-e beszélni az aktus közben. Azt mondja, a Talmud, ura minus álló ez imassalló imitné mába náikja fjafim bíjaiszer. Szóval megkérdezték imassalomot. Imassalom, ami Lezernek volt a felesége, és megkérdezték tőle, mondd, mi az oka annak, hogy a fiaid ilyen gyönyörűek? Amra la hem, én nem szápér imilaj, mit kell lesz a lájla, veszajépa lesz a lájla, veszajépa lájla. Azt mondta erre imassalom, a férjem nem beszélget velem, és itt a nem beszélget alatt ez egy finom utalás magára a nemi aktusra, tehát nem végzi a nemi aktust velem, sem az éjszaka elején, sem az éjszaka végén, hanem pont éjfélkor. Sem száper meg gáletefach, meg chászetefach, meg daimallav ke misik a fajséd, és amikor végzi az aktust, akkor már a férjem velem, akkor így, pont éjfélkor, akkor sem fed föl mindent, hanem éppen, hogy csak eltakar, felfed két tefachot, és eltakar egy tefachot, éppen amit csak szükséges. De daimallav ke misik a fajséd, és ez egész olyan, mint hogyha egy szellem megfagyasztotta volna, szóval nem adja magát át annyira az egész aktusnak. De a Mártilai Mátám, és amikor megkérdeztem tőle, már a férjemtől, hogy miért így viselkedik az aktus közben, amár li, kidésilai tein, ez én állj be is a kérdez. Benimcő banav, bajni deimam zérusz. És amikor megkérdeztem tőle, hogy miért így viselteti, azt mondta, azért, mert hogyha túlságosan átadnám magam az aktusnak, illetve hogyha az éjszaka elején vagy az éjszaka végén adnánk át magunkat az aktusnak, akkor esetleg
az aktus közben más nőre gondolnék, és nem rád, és ez már gondolatban olyan lenne, mintha megszekném a házassági köteléket, már ha gondolatban megcsalnálok, és mi lesz a büntetésünk, hogy mamzer gyerekek lesznek a leszármazottaink között, tehát törvénytelen gyerekek fognak születni a leszármazottaink között. Miért? Mert az aktus közben, ha fizikailag nem is, de gondolatban egy másik nővel vagyok, akkor az olyan, mintha megcsalnának. Ugye az, hogy az éjszaka közepén csinálta emiatt, az ugye az érthető, mert az éjszaka elején vagy az éjszaka végén már járnak kellnek az utcán. Hallja valakinek a hangját az utcáról, az elvonhatja a figyelmét, és eszébe juthat esetleg egy meghallja, hogy egy másik nőn beszélget az utcán, és közben ő a szobában csinálja, amit csinál, a hálószobában, és akkor bezavarhat a gondolat. De mindenképpen, és ugyanígy a túlságosan átadja magát a dolognak, akkor lehet, hogy a gondolatai elvonódnának, és nem a feleségére koncentrálna, és ugye ez egy szemérmetlen dolog, mert az ember az aktus közben mindenképp a feleségére gondolja. Mindenesetre mit látok ebből a történetből, vagy amit Ima Shalom mesélt, hogy a férjével való együttlétet egyrészt a velem való beszélgetéshez hasonlította. Ugye nem mondta azt, hogy a nemi aktus, hanem egy ilyen szép kifejezés használt, azt mondja, nem beszélget velem. Sem az éjszaka elején, sem az éjszaka végén, sem az éjszaka közepén, és így csinálja. Tehát magát az aktust a beszélgetéshez hasonlította. A másik pedig, hogy maga a pár, úgy tűnik a történetben, hogy a párbeszéd, amikor megkérdezte tőle, hogy miért így csinálod, az is az aktus közben történt. De mit látok ebből? Hogy szabad beszélni az aktus közben, és mit mondta Rabbi Yochanan ben d'Ahavai, hogy nem szabad beszélni az aktus közben, akkor hol itt az igazság? Löj kássia, halbe millen de tásmi, és halbe milliachina. Azt mondja, a Talmud, igen, attól függ. Miről beszélt Rabbi Yochanan ben d'Ahavai? Valamilyen idegen dologról. Csak úgy beszélgetni valamire, és közben nemi aktusba belemenni, az tényleg illetlen és szemérmetlen, mert az ember a nemi aktus közben nemi aktusra koncentrálni, és ne valami másra. De magáról az aktusról, az aktussal kapcsolatos dologról lehet beszélgetni. Oké, mindesetre ez volt Rabbi Yochanan ben d'Ahavai nagyon szigorú véleménye. Tehát ugye ezeket a dolgokat szemérmetlennek és illetlennek tekintette, hogy az illető, vagy hogy az aktus az ne szemtől szembe történjen, illetlennek tekintette, hogy ne a nemesebb testrészeknek a csókolgatása, vagy azoknak a nézése, azt is illetlennek tekintette. De a névrokona simán Rabbi Yochanan, amire Rabbi Yochanan, zu divrei Rabbi Yochanan ben d'Ahavai, ez volt Rabbi Yochanan ben d'Ahavai állítása és véleménye. Ával amru chachamim, én a lach, aki a Yochanan ben d'Ahavai, de a bölcseink azt mondták, hogy a halacha nem követi Rabbi Yochanan ben d'Ahavai. Ela, kol más adamra egyszer látszasz be Isten jajsza. Bármit, amit a férfi akar tenni a feleségével, azt megtehet. Mosele baszana bami bész a tebach. Mihez lehet ezt hasonlítani? Amikor az ember vesz egy darab húst a hentesnél. Raca lejklajbe melach, ajklaj cali. Raca lejklajbe melach, ajklaj. Ha azt a húst csózva akar enni, akkor egye úgy. Cali, ha sütve akar enni, ajklaj, egye úgy. Mert vussal ajklaj, hogyha főve akar enni, akkor egye úgy. Saluk, hogyha lassan főzve, akkor egye úgy, mert hén dága bábam vész a cár, és ugyanígy egy hallal is. Bármi is legyen, mit akart ezzel a Bjéhenem mondani, hogy a Bjéhenemben a Hawaii mondások ilyen szigorú és ilyen puritán volt, ez csak az ő véleménye, de a halacha nem ez, a bölcsek elutasították ezt, és szerintük a halacha nem ezt követi. Amár a mély már, mamma lachia sores, rabonon, itt megegyeztem a Mémár, mit jelent az, amikor a Bjéhelmen de Hawaii a őrangyalokra, az angyalokra
hivatkozik, hogy az angyalok tanították nekem. Ugye ezt a négy dolgot, amit szerint a tilos a nemi aktus közben, azt az angyalok tanították. Kik ezek az angyalok? Rabbanon, azt mondja a bölcsek. Nem angyalok, ez csak egy metafora, hanem inkább a bölcsek. De így témem a lakásra, ez mámes a mámer a méhlen, lakásra a méhlen dába, a hindúbe kibicul, összem látfej. Mert hogyha nem így lenne, tehát ha nem rabbiktól hallotta volna a méhlen dávája, amit mondott, hanem tényleg szó szerint angyaloktól, akkor a másik Rabbi Yochanan nem mondta volna azt, hogy a halakha nem őt követi. Akkor viszont, ugye miért nem mondta volna azt, hogy a halakha nem őket követi? Mert nyilván, ha tényleg szó szerint angyalokról lenne szó, akkor nyilván elhinnék nekik, hogy valóban a betegen született gyerekek, azok emiatt születnek betegen, hiszen ők csak tudják, hogy ki miért születik úgy, ahogy születik. Oké. Akkor viszont miért nevezi őket a Mai Karulei Malachiasar lesz? Miért nevezi őket őrangyaloknak? De mert Szájni, hogyha Malachiasar lesz, mert olyan kiválóak és kiemelkedőek, mint hogyha csak angyalok lennének. Oké. A hídász jeleke megy rában a drebim. Történet ezzel kapcsolatban. Jött egy asszony nemihez. Van rá loj, rebi? A ráhti loj, sulchan. Beha fokhaj. És azt mondta Rebinek, mester, én megterítettem a férjemnek az asztalt, és ő megfordította az asztalt. És azt akarta kérdezni Rebitől, hogy szabad-e ezt? Ugye ő itt is a nemi aktusra gondolt. Tehát ő kezdeményezte az aktust a terített asztal módjára, de a férje megfordította az asztalt. Amelá biti tőrehitír tiha, már ni maeszelach, azt a neki Rebi. Lányom, a Tóra ezt megengedi, mit tudok én tenni? Ha ide állszak keményre ráva, amrela Rebi a ráhtal is, a ráhtila is sulcha, mert a fachaj. Egy másik asszony is elment Rávhoz, és azt mondta neki, mester, megterítettem a férjemnek az asztalt, és ő megfordította az asztalt. Azt mondta Ráv, májsnamin, Benusza. Miben más az, mint amikor ember egy halat eszik? Eheti innen is, eheti onnan is. Oké, okay. Mit látunk ebből minden esetre, hogy a végén a bölcsek mégiscsak megengedtek. Itt különben látom, hogy kialakult, megengedték ezt a, azt, hogy ne tradicionális módon történjen az aktus. Itt látom, hogy Larissa jogosan különben kritikus ezzel a metaforával kapcsolatban, hogy olyan ez, mint az ember húst venne a boltba, akkor ő dönti el, hogy eszi meg. Szeretném jelezni, hogy ez nem úgy kell érteni, nem a nőre vonatkozik a példa, hogy ez nem, mint hogyha egy darab hús lenne, hanem magára az aktusra. Szóval ez egy öröm. Egy testi öröm. Beszélhetünk akár a férfi oldalról, akár a nő oldalról. Egy testi öröm, ugyanúgy egy testi öröm, mint amikor az ember megvesz egy kiló húst a boltban. És ezt, hogy készíti ezt az örömöt, milyen módon saját feleségével való öröm, megengedett öröm, az milyen módon van megfűszerezve, az az ő dolga, mindenkinek megvan a maga ízlése. Tehát azt csak szeretném jelezni, nem a nőre vonatkozik a húsos meg a halas példa, hanem a nő és a férfi együttlétének az örömére. Oké, kedves barátaim, a Mózes 4. könyvében ugye azt mondja a Tóra, hogy vigyázzatok arra, hogy mit láttok, mit néztek. Az embernek a szíve a szeme után megy, és hogy az embernek a szívét fogja követni, akkor az akár bűnbe is viheti. Tehát ügyelnie kell arra, hogy
mit bámul, mit néz. És ez ugye, ez a mondás a Mózes negyedik könyvében, ez a cicesz, ez a szemléltető rojtok parancsolatának a fejezetében, bekezdésében van, és kapcsolódik ugye az előbb elhangzottakhoz, ami arról szólt, hogy az ember ügyenne ilyen arra, hogy ne bámuljon bizonyos dolgokat, nehogy azok bűnbe vigyék. Lőszö szura áhelele báfke. Ugye a Tóra úgy fogalmaz, és nehogy eltévedjetek szíveteket követve. Mikána már Rebbi, állj is te addom bekölj zevi, én addom bekölj száhe. Azt mondta Rebbi, hogy ez mit jelent? Az ember ne igyon egy pohárból, miközben a szemét egy másik pohárra teszi. Ugye itt mire vonatkozik ez? Ez megint egy metaforikus mondás. Arra vonatkozik, hogy ne csinálja azt, hogy nem életet él egy nővel, és közben egy másik nőre gondol. Nem életet él a feleségével, és közben egy idegen nőre gondol. Amara vina doi nitzach eladá filu stein asa. Azt mondta erre a vina, hogy ez még annyira így van, hogy nem csak akkor tilos, hogyha egy idegen nőre gondol közben, hanem ha valakinek két felesége van, ugye abban az időben ez megengedett volt, akkor is tilos, hogy miközben az egyik feleségével van, közben a másik feleségére gondol. Oké, Jehezkel proféta 20-as fejezetében a következőt mondja, 38-as mondat. Vrajszimi kem ha mördin vá pajsimbi. Pillanat, csak a teljes mondatot keresem. És kiválasztom közületek az ellenem fellázadó és bűnözőket, lakhelyük országából elvezetem őket, és Izrael földjére soha nem jönnek, és akkor megtudjátok, én vagyok az örökkévaló Isten. Ugye ez egy profécia, ami a zsidók számüzetéséről szól, büntetéséről szól, azért, mert azok föllázadnak és vétkeznek Isten ellen. Mit jelent a föllázadás és vétkezés? Amarabin lévi, élub ne te is a midoisz. Ez a föllázadók és vétkezők, ez 9 különböző bűnös, vétkes attribútumra vonatkozik. Bné osznász mesgach. Ez egy mozaik szó, ami emlékeztet, hogy mi ez a 9. Bné éma. Azok, akik másokat megfélemlítenek. Bné, bocsánat, tehát tisztázzuk, ez a, mind a 9, amiről beszélni fogunk, az arról szól, hogy valaki a nemi aktust szemérmetlenül végzi a saját feleségével. Bnéma, megfélemlítve, tehát megfélemlíti a feleségét, és a megfélemlítés közben csinálja, amit csinál. Bné anusza, megerőszakolja a feleségét. Bné snua, ki gyűlöli a feleségét, és mégis együtt van vele. Bné nidui, együtt van a feleségével, amikor ő ki van közösítve, és tilos lenne közel, ugye a kiközösítés egyik része, hogy el kell különülnie a többiektől, és ő mégis feleségére ráerőlteti magát. Bné tmura, fölcseréli a feleségét, ami azt jelenti, hogy a feleségével van, de közben másra gondol. Bné meriva, valaki veszekedésben van a feleségével, és mégis ráerőlteti magát. Bnei Sichrus, valaki részegen van a feleségével. Bnei Gerusha Slave, valaki a szívében már elvált a feleségétől, már eldöntött, hogy el fognak válni, és mégis együtt van vele. Bnei Buvja, és az, aki együtt van a feleségével, úgyhogy más is volt a feleségével. Bnei Hatzufa, és valaki, aki együtt van a feleségével, aki követeli, aki szemérmetli. Itt most eddig a férj illetlenségéről volt szó, most a feleségéről van szó, hogy a feleség szemérmetlen, mert követeli szemérmetlenül a nemi aktust a férjétől. Itt ugye Ezékiel
mondatában a lázadók és vétkezőkről van szó, és erre mondta Reb Lévi, hogy kikre vonatkozik ez, azokra, akik, és ezt kétféle módon lehet érteni, vagy akik így járnak el, tehát ilyen személyemetlen módon élnek nemi életet, vagy azok a gyerekek, akik egy ilyen szemérmetlen aktusból születtek. Oké, okay, mi volt az utolsó? Az a nő, aki szemérmetlenül követeli a nemi életet, a nemi aktust a férjétől. A kérdés az, hogy ez valóban tilos? Én íva, mert nem is múlva nekmény, nem remény, hanem a kol adom si istai fattai vátai, hávjön le egy banim, pont fordítva mondta, azt mondta, hogy ha egy nő követeli a férjétől a nemi aktust, akkor, és utána együtt vannak, akkor abból olyan gyönyörű gyerekek fognak születni, hogy még Mózes idején sem voltak olyanok. Akkor ez egy pozitív dolog. És nem már hevul lachem a nasim hachamu nevajnim, ők szíve ekelhez rasa seftechem lők szív nevajnim, ők szívi szach hachamu ibajrem, ők szívi mnei szach a idei vina léitim. Honnan tudjuk ezt? Mert Mózes idején azt mondja, hogy válasszanak ki, ugye Mózes azt mondja, miután, vagy amikor elköszön a zsidó néptől, hogy válasszanak maguknak vezetőt. A zsidók akkor azt mondja, vegyetek magatoknak bölcs és okos férfiakat. Amikor kiválasztják ezeket a férfiakat, akkor Mózes azt mondja, de erkáhez rasesiftéhem, a nosim ha homin bíjadúim. Amikor Mózes azt mondja, és vettem törzseitek fejeit, bölcs és ismert férfiakat, de nem mondja, hogy okos, csak azt, hogy bölcs. Ugye, amikor azt mondja, hogy válasszátok ki, akkor azt mondja, hogy okos és bölcs. Aztán amikor kiválasztja, akkor csak annyit mondta, hogy bölcs, nem mondja, hogy okos. Ukszívi szakha hamai göjrem. És Szakar kapcsán viszont, aki az egyik fia volt, és így az egyik törzs volt, ugye az egyik fia volt Jákobnak. Mózes első könyvében Szakart a szamárhoz hasonlította, és miért a szamárhoz? Azért, mert azt mondja a Midrás, hogy a szamár vitte le, Jákobot oda le a sátrához, és Lea kijött a sátorból, és követelte Lea Jákobtól, hogy legyen vele együtt. Mi volt ennek az eredményük? Szigni Szai Szakari Dei Binali Itim, hogy ahogy a Divrei Yaminban olvassuk, hogy és Iszakar fiai tudós okosai az időknek. Mit látok ebből, hogy Iszakar, aki Lea és Jákob közös gyereke, az egy olyan aktusban született, ahol Lea követelte az aktust a férjétől. Mit látok ebből? Hogy igenis egy jó dolog az, hogyha valaki egy feleség követeli a férjétől az együttlétet. Akkor most ez egy jó dolog, vagy egy rossz dolog? Az előbb azt mondtuk, hogy ez egy rossz dolog, most meg azt mondjuk, hogy ez egy jó dolog. Azt mondja a Tóra, vagy azt mondja a Talmud, a híde, mert szájár, cújé. Azt mondja a Talmud, attól függ. Követelni ilyen nagyon nyíltan, az egy szemérmetlen dolog, de megpróbálni a férj kedvében járni, és a férjnek kedvet csinálni az együttléthez, az egy szép dolog és jó dolog. És ez volt, amit Lea is tett, és így született ebből Iszakar. Hádrán lach ve élünk a tarin. Kedves barátaim, idáig tartott a 20-as lap, és a Nedarim traktátus második fejezete. Holnap reggel szokásos időben kezdjük a harmadik fejezetet, visszatérünk a Nedarim a fogadalmak témájához. Addig is kívánok mindenkinek egy gyönyörű vasárnap estét, köszönöm szépen, hogy tartottatok, viszontlátásra, viszonthallásra.